Románia is választott, rekord részvétel országos szinten. Több mint 9 millió román állampolgár szavazott tegnap az összevont európai parlamenti és a helyhatósági választásokon. A kormánykoalíció győzelmet aratott, az AUR második helyen végzett az EP választásokon. Az RMDSZ tegnap este még visszafogottan nyilatkozott, mára azonban bejelentették, hogy hivatalos a 6%-os eredmény, amely biztos két helyet jelent az európai parlamentben. A helyhatóságén pedig nagyrészt sikerült megtartani az eddigi mandátumokat, de lássuk, hogy néz ki ez a választás, és az azt megelőző kampány, ha részleteiben elemezzük azt. Köszöntöm szeretettel a két újságíró kollégát, Rostás Szabolcsot a Krónika Online-tól, és Cseke Pétert, a Transtelex főmunkatársát. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Szervusz, köszönjük a meghívást. Köszönjük, hogy itt lehet. Tehát első benyomások a tegnapi választások után, még nincsenek ugye végleges eredmények, de azért már sok mindent tudunk, hanem mindent. Mi az a minden, Szabolcs? Hát hogyha kezdjük esetleg a romániai tekintetben, tehát a romániai viszonylatban, azt el lehet mondani mindenképpen, hogy két dolgot, hogy bevált a balliberális koalíciónak az az elképzelése, hogy amennyiben egy időben rendezik az európai parlamenti, illetve a helyhatósági megmérettetést, akkor ez növeli a részvételt, illetve megakadályozhatja, meggátolhatja a szélsőségesen nacionalista erők, hát itt az AUR és a Sosak pártról van szó, ezeknek az előretörését, mert ugye az AUR valóban, ahogy mondtad, a második helyre futott be, viszont kisebb szavazatarányjal, tehát olyan 14% körül, mint ahogy erre lehetett számítani. És persze a PSD és a PNL alkotta választási szövetség, megnyerte ezt a megmérettetést, viszont Bukarestben például csúfos vereséget szenvedtek, ami a főpolgármester jelölti mandátumot illeti, nem sikerült Nikos Ordánt még meg sem szorongatniuk. Magyar viszonylatban, hát itt egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy itt az RMDSZ győzött, tehát a két viszonylatban, tehát az európai parlamenti jelenlétét sikerült megőriznie. Ugyanakkor a helyhatósági választások terén itt sikerült hoznia azokat a mandátum számokat, tehát 200, közel 200 polgármesteri tisztség, 4 tanácselnöki tisztség, annak ellenére, hogy úgy tűnt, hogy Maros és Szatmár megyében bizonytalan lesz, vagy nem, hogy bizonytalan, hanem ott nagyon szoros lesz, hát sikerült ott is aránylag simán nyerni. Tehát nagy vonalakban ezt lehet elmondani így a választás. Még mielőtt átadom Péter neked a szót, hadd mondjam el a nézőknek, hogy azért van itt egy üres székünk, mert hogy ide várjuk Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő urat, aki most jön éppen az RMDSZ sajtótájékoztatójáról. Péter, ezek szerint, ahogy Szabolcs mondja, semmi szenzáció. Hát apró meglepetések voltak. Nézőpont kérdés, hogy ki mit tart nagyon meglepetésnek, de nyilván a meglepetés akkor van, ha valamihez viszonyítjuk a mostani eredményeket. Két eredményhez lehet mindenképpen viszonyítani. Az egyik a 2020-as parlamenti választások eredmény. Ha megnézzük, akkor szinte paradoxális, hogy az azóta, hát nem azóta, mert ugye volt egy úgymond jobboldali kormány, de a 3 éve hatalmon lévő kormánypártok, PNL és PSD, nemhogy erodálódtak volna, hanem növelték a népszerűséget. Nemhogy politológiai alapszabály, hanem hát a gyakorlat is azt mert mutatja, mindenki, aki kormányon, hogy kormányon veszítenek a népszerűségükből. Logika szerint. Ez ennek nyilván a magyarázata sokrétű lehet, nem akarok részletesen belemenni, annyit említenék itt meg, amit én nem is olvastam más elemzésekben, hogy most egy kicsit furcsán hangzik így kijelentve, hogy a legfrissebb felmérés szerint a romániak kb. 60%-a szerint rossz irányba mennek a dolgok Romániában. Most miért érvelek én ezzel? Azért, mert ez az arány volt közel 80%-os is alig másfél-két éve. Magyarán javult a közérzet az országban, hiába tényleg infláció bajnok a Románia régióban, vagy hiába elég inkoherens ez a kormányzás, és hiába körvonalazódik már most, hogy rég sokkal többet költünk, mint amekkora bevétel, a közérzet javul, és ez óvatatlanul lecsapódik. A másik, a többi sajátosságra kitért szerintem Szabolcs is. Azt mindenképpen kiemelném, hogy az AUR-nak azért
kétségkívül, ha megint a 2020-as parlamenti választásokhoz hasonlítjuk a támogatottságukat, megnövelték az erejüket 9%-ról 15%-ra, ami miatt nyilván nem szabad őket elbagatizálni. Ők nincsenek megelégedve a saját eredményükkel. Hát nem véletlenül, mert voltak felmérések tavasszal, télen, évelején 20-25%-ra mérték őket. Tehát távolról sem akkora nagy mumus, mint az áur. Különösen, hogyha ezt európai viszonylatban vizsgáljuk meg, hogy hogyan erősödtek a hasonló típusú pártok. Kitérünk más arra is, az európai viszonylatokra, és igen, a szélső jobboldal erősödésére. Azt mondták erről az összevont választásról, hogy iránymutató, hiszen szuperválasztási évünk van, ugye ősszel jön a parlamenti választás, majd az elnök választás. Milyen irányt mutat? Hát, hogy ha például Orbán pártokat veszük figyelembe, itt mindenképpen befolyásolja a következő megmérettetésekre, tehát a szeptemberi államfőválasztásra, majd a decemberi parlamenti választásra való készülődést. Tehát itt ugye már is bizonyos következmények megtörténtek, tehát ugye a Mentsétek meg Romániát párt elnöke Cătălin Drulă lemondott a tisztségéről a pártja elég gyenge eredményei miatt. Nem lehet tudni, hogy ez várhatóan nem pozitív irányban fogja az alakulatnak a majdani választási eredményét befolyásolni. Ugyanakkor itt befolyás, tehát azáltal, hogy a jó eredményt ért el a szociáldemokraták és a liberálisok alkotta szövetség. Most mind a két alakulat elmondhatja magáról, hogy gyakorlatilag győztes. El is mondták magukról, hogy hát győztek. A liberálisok is, pedig hát ugye nekik az eredményük az valami szerényebb. Hogyha külön veszük őket, 24%-on vannak. 28. De ez véleményem szerint nagy vonalakban megágyazott annak, hogy mind a két nagy alakulat indít el államfő jelöltet a szeptemberi megmérettetésen. És ugyanakkor pedig, hát ugye elhangzott nagyon sokszor az elmúlt hetek során, a kampány során az RMDS részéről is, hogy hát amennyiben ez kudarcot jelentene, ez az első megmérettetés az európai parlamenti választás, tehát hogyha elveszíteni az erdélyi magyar közösség a brüsszeli képviseletét, akkor az már egy egészen ilyen negatív, nem feltétlenül spirált jelentene, de egy negatív startot, tehát akkor az egy kudarc élményt jelentene a közösség számára és az alakulat számára is. Hát ez nem következett be, sőt, ezzel ellentétben elég jó eredményt könyvelhet el az RMDS, tehát nagy vonalakban ezt lehet így elmondani. Mindenképpen ez befolyásolja a pártoknak a stratégiáját a következő. Itt elhangzott ugye az áur is, tehát mindenképpen előre tört, mert hogy nem úgy olyan mértékben, mint amennyire számítani lehetett egy-két hónappal ezelőtt, viszont ott lesz az Európai Parlamentben sajnos, sőt, még az sem kizárt, hogy Diana Sosak is ott lesz, tehát azért mondom, hogy sajnos, mert Romániára fognak szégyent hozni, mert láttuk, hogy mit művelnek a politikában és a parlamentben. Ne felejtsük el, hogy volt már Vadim Tudorunk is az Európai Parlamentben, és Gyuri Bekelink is az Európai Parlamentben. Ugyanakkor az AUR már megvetette a lábait az önkormányzatokban is, még nem biztos, de úgy néz ki például Nagyvárad, a városi tanácsban is lesz az AUR-nak képviselője, és még sorolhatnánk. Szóval azért, hogy mondjam, tehát megvetette a lábát az önkormányzatokban, és... Tehát, hogy ebből a szempontból iránymutató mindenképpen ez az összevont választás. Az előbb említetted itt ugye Szatmár-Marosvásárhely, tehát vannak olyan településeink, amelyek azért kiemelt téttel bírtak ezekben a választásokban. Például a szatmári helyzet, ott ugye nagyon élessé vált a románok-magyarok közötti meccs, de beszélhetünk Bihar megyéről is talán, ott, ahol nem sikerül most már nem tudom mióta magyar polgármester, vagy tanácselnök, alelnök köt tenni. Beszélhetünk Marosvásárhelyről is, ugye, hiszen ott is nagy volt a tét, hogyha ezeket a településeket veszem, Péter. Hát jó, ezt borítékolható volt. Felmérések is mutatták akár, hogy a két stratégiai szempontból, most ilyen nagy szavakat használjak, fontos megyeszékhely, Szatmár és Marosvásárhely közül a marosvásárhelyi polgármesternek lesz a nehezebb dolga, Sós Zoltánnak. Eleve olyan szintről indult a város, olyan szintről vette át ő ezt a Marosvásárhelyet, hogy inkább a hátrányok
behozásán kellett fáradoznia, mint bizonyítania. Kereskényi Gábornak ugye már a harmadik mandátuma előtt volt alkalma bőven bizonyítani, és ő egyébként nagyon jó érzékkel nagyon sok létesítmény, vagy több létesítmény felavatását a kampány vége felé időzítette. De hát ő, mondom, 4 éve is nagy számban szerzett román szavazatokat, most meg egyértelmű, ha jól értettem, szinte 2/3 győzelmet aratott. Valami 67%. Sós Zoltánnál hát ott hangsúlyosan besegítettek a román pártok a győzelemhez, ezt nem lehet kikerülni. Mert hogy 7 román párttal, mint hogy ketten voltak ellenfelek, és szétment a szavazat, erre gondolsz? Megoszlott természetesen. Tehát a román választási rendszer, legalábbis a jelenlegi helyhatósági választási rendszer egyfordulós, az a polgármester előtt győz, aki a relatív többséget szerzi a választásokon. Most Sós Zoltán kisebb arányú győzelmet aratott, relatív többséget szerzett, mint 4 éve, de ez is szerintem nagy teljesítmény tekintettel arra, hogy azért még a város magyar közösségében is voltak elégedetlen hangok a város állapotával kapcsolatban. Volt néhány korrupciós gyanúsítgatás, ugye, de ez nem hiszem, hogy kimondottan hátrányára lett volna Sós Zoltánnak, lévén, hogy a DNA-nak a megítélése az erdélyi magyar közösségében szerintem nem túl pozitív újabban. Hadd kérdezzem meg a kollégákat, bocsáss meg, Szabolcs, hogy Sós Zoltán polgármester urat sikerült-e elérni telefonon? Most mondják a kollégák, hogy nem, úgyhogy a tiéd a szó, Szabolcs. Tehát itt valóban nem is tehát Sós Zoltán esetében, ami esetleg a hátrányára válhatott volna, az nem a korrupciós ügyészség eljárása, hogy itt voltak tipikusan városgazdálkodáshoz köthető problémák, tehát a hulladék gazdálkodás, ugye, tehát ott álltak, én nem is tudom hány napon keresztül, vagy 1-2 héten keresztül. Igen, de az nem volt éppen az ő sora, illetve hát lehet vitatkozni. Ugyanakkor, hát de mindenki tőle várta a megoldást, igen. És ott az elég, tehát valóban elégedetlenséget szült, vagy a közlekedés és helyzete, és még ilyen, ezek szültek, tehát ebből a tekintetben értékszemre hányások Sós Zoltánt. Itt valóban, itt is, Szatmárnémetiben is akkor lettek volna, vagy lennének gondok, amennyiben kétfordulós lenne a választási rendszer, ott akkor már valóban gond. Itt Vásárhelyen érdekes például, hogy a Dorin Flória, az egykori polgármester a második helyen végzett, amit azért nem gondoltak sokan. Uh-huh. De hogy elég nagy a különbség, ugye? Persze, de 20% érdekes. De azért a második hely a második hely. Hogyha jól tudom, akkor Zoom kapcsolatban van velünk Nagy Szabolcs parlamenti képviselő, a Szatmár megyei RMDSZ ügyvezető elnöke. Jó napot kívánok, képviselő úr! Jó napot kívánok, köszöntöm a tévénézőket is. Hogy vannak ez a fehér éjszaka után? Gondolom, hogy fehér éjszaka volt Szatmáron is. Melyek az eredmények? Sikerült-e megtartani a polgármestereket, Szatmár polgármesterét, Kereskényit mindenképpen? És hogy megyei tanács elnökük lesz-e? Óriási köszönettel tartozunk a Szatmár megyei választóknak, hiszen hozzásegítették az RMDSZ-t ahhoz, hogy egy történelmi győzelmet arassunk Szatmár megyében ezen a helyhatósági választáson. Nagyon nagy fölénnyel, óriási előnnyel nyertünk ezen a helyhatósági választáson. Így több mint 60%-os többséggel vitt el a szavazatokat Kereskényi Gábor szatmárnémeti jelenlegi polgármester, és kezdheti meg majd a harmadik mandátumát szatmárnémeti polgármesteri székében, úgyhogy innen is gratulálunk neki. Köszönjük azt a munkát, amit a csapat emellé rakott. Emellett megtartottuk a megyei tanácselnöki széket is, és egy óriási legitimitással, több mint 62 000 szavazattal sikerült Pataki Csabának a megyei tanácselnöki széket újra, harmadik mandátumához is megszerezni az RMDSZ-nek. Ez egy óriási lehetőség és felelősség egyébként. Egy olyan kampány van, ami egyébként teljesen atipikus volt Szatmár megyei szinten. Meséljen nekünk erről a kampányról. Ugye itt a kampány hajrában is sokszor veszélyről beszéltek, ami Szatmárt illeti, ugye a szatmári magyar polgármestert, vagy éppen a megyei tanács elnöki széket, tisztséget illetni. Hol volt a veszély? Mit jelentett ez a veszély? Hogyan tudtak kampányolni? Felelős politikusként nem feltétlenül a pozícióvesztéstől féltünk, hanem attól a kártól féltünk, amit az ellenjelöltjénk elsősorban az AUR és a PENELE, mert igen, Szatmár megyében ilyen jelölt is volt a megyei tanács elnöki székre, azaz az AUR és a PENELE közös jelöltje a megyei tanács elnöki székre. Az a kár,
amit az általa folytatott nacionalista kampány a mi Szatmár megyei közösségünkben kreálhat. Ez az, amitől féltünk elsősorban, hogy mekkora töréseket fog ez a közösségben tenni. Úgy néz ki, hogy az a nacionalista felhangú óriási úszító kampány, amit a Penele Aur közös jelöltje Szatmár megyében az elmúlt 4 héten végigvitt, az nem sikerült megoszta a közösséget, sőt, jobban összekovácsolta a Szatmár megyeieket, és ennek köszönhetően, amit a számok is igazolnak, azaz bőven a magyarság számaránya fölött, nagyon-nagyon-nagyon nagy számokkal a magyarság számaránya fölött sikerült megőrizni, mint Szatmár Németi, mint a polgármesteri székét, mint pedig a megyei tanácselnöki tisztséget. Azt jelenti, hogy nagyon sok román is úgy gondolta, hogy az a fejlesztési irány, amit a kollégák Pataki Csaba és Kereskényi Gábor az elmúlt években vitt, illetve azok az eredmények feljogosítják az RMDSZ jelöltjeit arra, hogy románok, magyarok, romák, németek, svábok, polgármester és megyei tanácselnöke legyen egyaránt két kollégám. Erre pedig nagyon büszkék vagyunk. Rostás Szabolcs kollégának lenne még egy kérdés a képviselő úrhoz. Képviselő úr, örvendek, azt szeretném megkérdezni öntől, akkor ezek szerint nem igaz az, amit Adrián Kozma, ugye a liberális párt megyei tanácselnök jelöltje, a jegyezzük meg az AUR-ral szövetkező liberális tanácselnök jelölt mondott ma, amikor elismerte Pataki Csaba győzelmét, és gratulált neki. Ő azt mondta, hogy etnikai szavazás történt, és úgymond nem sikerült áttörni az etnikai sorompót. Akkor ez ön szerint nem fedi a valóságot, tehát valóban nem csak magyar nemzetiségű jelölteknek köszönheti az újabb mandátumát Pataki Csaba tanácselnök, illetve Kereskényi Gábor polgármester? Egy kicsit viccesen fogalmaznék ebbe, erre a kérdésre válaszként, akkor elmondanám, hogyha tényleg etnikai szavazást lett volna, akkor Adrián Kozma a saját édesanyja szavazatát, vagy a saját családja szavazatát sem kaphatta volna meg, hiszen a kampányban, holott ő nacionalista kampányt folytatott, a magyar közösségben azzal büszkélkedett, hogy neki magyar felmenői vannak, tehát ha etnikai szavazást lett volna, akkor ezeket sem kaphatta volna meg. Illetve a kampány megelőző periódusban ő egyébként 2 olyan polgármestert is indított és büszkélkedett is vele a Nemzeti Liberális Párt színeiben, aki a magyar nemzetiségű, és arra buzdította a magyarokat, hogy támogassák őket. Vesztettek a választáson, de természetesen biztos gyűjtöttek ők is magyar szavazatot. Tehát maga a kampány felépítése, az ő kommunikációs paneljei mondanak ellent általa ma kimondott feltételezésekhez. Ez egy össze-vissza magyarázkodás, keresni az okot, újra éket verni egyébként a közösségen belül. Egy 34%-os megyében, ahol ekkora magyarsággal rendelkezünk, egy 60%-os győzelmet aratni nem lehet csak etnikai alapon, de eredmények kellenek, megvalósítások kellenek, és közösségi bizalom, ami nálunk megvolt, az ő esetében pedig az AUR támogatásával sem sikerült ezt megszereznie. Hogyha számokat nézzük egyébként, és csak az Európa Parlamenti választásokra szorítkozunk, ha egy kicsit lehet hasonlítani ezeket a számokat is, több mint 10 000 szavazottal hoztunk többet az RMDSZ listájára Szatmár megyében, mint amit a PESZEDE és a PENELE közös lista egyébként hozott. Ez azt jelenti, hogy az együttállásnak, annak a vágyálmának, Adrián Kozmának, hogy ő egy közös párt jelöltként díszlegyen, és így talán megnyerje a szavazatokat, még ez sem adott volna alapot, hiszen így is elvesztette volna a választást ebben a választási kampányban. Ezek szerint is. Hogyha a kollégáknak nincsen több kérdésük a képviselő úrhoz, akkor megköszönöm, hogy bekapcsolt az erdélyi figyelőbe. Ugye ez a szlogen, hogy a munka folytatódik, akkor Szatmáron minden bizonnyal, hogy a munka folytatódik. Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy időt szánt ránk. De engedd meg, Kati, mivel elhangzott egy bűvös kifejezés. Az etnikai alapú szavazás, gondolom. Én erre rá szeretnék kérdezni, mondd a te bűvös kifejezésed. A bűvös kifejezésem a veszély. Okay. A veszély üzenete. Mindannyian láttuk, tapasztaltuk az elmúlt nem is 30 napban, hanem 90 napban, fél évben, hogy az RMDSZ-nek kétféle üzenete volt. Az egyik az AUR jelentette veszély, a magyar ellenesség veszélye általánosítva, a szélsőségek veszélye még jobban nyitva a kört. És a másik egy pozitívabb üzenet, ez az együtt győzni fogunk, ami is mellesleg sokkal halványabb volt, és kevesebb emberhez jutott el. Na most azt, ha elemezni kell, és még biztos erre lesz alkalom a következő hetekben, hogy miért ért el történelmi győzelmet, most az EP választási listákra gondolok az RMDSZ, akkor itt keresendő a kulcs, mert úgymond az RMDSZ szerintem, de ez teljesen ízlés kérdése, vitatható és néhol akár ízléstelen módon kimaxolta
ezt a veszély, a rájátszást az emberek veszélyérzetére. Nyilván az mozgósít a legjobban. Úgy is, bocsáss meg, hogy ellenségkép keresése. Nevezzük ezt ellenségkép keresése. Ez egy bevált, teljesen bevált. Én sosem felejtem el, hogy Kovács Péter volt ügyvezető elnök és RMDSZ-es kampányfőnök, mondta azt, hogy kampányba le kell menni kutyába. Tehát le kell menni kutyába, ami muszáj, azt jelenti, hogy nem válogatunk, hogyha nagy a tét az eszközökben. Mondom, itt a hatékonyságot nézve gratulálok az RMDSZ-nek, viszont hogy ennek milyen hosszú távú mellékhatásai lesznek, azt inkább társadalomkutatókat kéne megkérdezni. Rákérdeznék az etnikai alapú szavazásra is, enged meg, azért is tőled elsősorban, mert hogy a Transtelex nagyon sokat cikkezett ebben a témában, azt hiszem, hogy ilyen a közös beszélgetést is szerveztetek ebben a témában, és nagyon érdekes, ahogy felvetette a nagy Szabolcs képviselő úr is a témát, hogy nem volt elég az etnikai alapú szavazás, vagy nem feltétlenül csak az volt, hiszen azért mi valamit le is tettünk az asztalra, és az eredményeink miatt is szavaztak ránk. Mennyire tudjuk mi itt erdélyi magyarok Romániában kikerülni az etnikai alapú szavazást? Nem tudjuk kikerülni. Most utaltál arra, hogy a Transtelextől jövök, ahol sok vita volt, én ehhez nem szóltam hozzá írásban, most az első alkalom. Én most csak azt a média orgánumot említem, ahol nagyon sok. Én azok közé tartozom, aki fenntartom, hogy az etnikai politizálásnak igenis van létjogosultsága. Erdélyben sok oka van ennek, de nem vagyunk Szlovákia, ahol többek között kulturális okokból is már az átszavazás az egy, hát láttuk az elmúlt 10-12 évben már egy gyakorlat, nálunk ilyen nincs. Tehát az meg nyilvánvaló, hogyha ezen túl tud lépni az RMDSZ, vagy az RMDSZ polgármesterei, döntéshozói túl tudnak ezen lépni, ez csak az ő érdemük. Tehát, és ez mondom, ennek a jelei tetten érhetők, meg tapasztalhatók, láthatók, elsősorban Szatmáron, de ott van Szászrégen, esete, vagy akár Vásárhely is. Persze itt azért az is benne van, hogy a felturbózott veszélyérzet. Tehát ami az emberek elemi ösztöneire hat, a létfenntartási ösztön. Ezt Magyarországon Orbán Viktorik úgy intézték el, hogy Orbán Viktor vagy halál egyenesen, persze karikírozva, arra utalva. Nem belemenni a beszélgetés érdekesebb felébe, hogy... de engedjétek meg, mert mindenképpen beszélnünk kell erről is. Sőt, itt az előbb vicceltél a Péterrel, egy kollegiális viccet elsütöttél, de a te véleményedre is kíváncsi vagyok az etnikai alapú szavazás kapcsán. Úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes téma, és tényleg érdemes erről vitázni. De előtte, hogyha jól tudom, akkor megvan telefon kapcsolatban Sós Zoltán Marosvásárhely újra választott polgármestere. Igen, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, polgármester úr! Elsősorban gratulálunk az eredményhez, és hadd kérdezzem így rögtön egyenesbe, hogy hogyan sikerült elérni ezt az eredményt, amikor azt mondták, hogy itt önnek lesz a legnehezebb, hiszen ugye 7 ellenfele is volt többek között, ugye Dorin Flória volt polgármester, aki hát nagyon nyomult, mint a mellette lévő 6. Hogy sikerült ezt az eredményt megvalósítani, polgármester úr? Elsősorban egy következetes, kemény munka volt az elmúlt 3 évben, amit az egész csapattal végeztünk Marosvásárhelyen, és ugye a úgynevezett kampányra való készülődés, mert már tavaly októberben elkezdtük, lakossági fórumok sokaságát szerveztük, és természetesen annak megfelelően, hogy rengeteg építőtelep volt, ez sajnos szavazatokban is hozott mérhető veszteséget, hiszen az emberek ugyan örültek, 20 év után a város fejlődik, de ugyanakkor az építkezésekkel járó kellemetlenség ugyanúgy. És hát volt egy nagyon erős ellentámadás, ugye főleg az irányomba, jóformán minden jelölt támadott, ezek közül a volt polgármester csapata volt a leghangosabb, ugye, és a leginkább becsmérlő, tehát azok nagyon alacsony szintű kampányt folytattak, hiszen elsősorban a választóik is egy olyan réteget tesznek ki, amit ugye mindig az ingyen rendezvényekkel próbáltak fenntartani. Most természetesen Marosvásárhelyen az etnikai szavazás nagyon erőteljesen előjött, hiszen itt lehet mondani sok mindent, de igazából az etnikai határvonal mellett történt a szavazás, és egy második mandátum az, ami hozhat áttörést, ugye ez Szatmárnémeti esetében is láttuk, hogy most már a harmadszor a sikeres Kereskényi Gábornál ugye ott
valósággal is megtörtént az áttörés, hiszen több mint 60%-át a szavazatoknak sikerült megszerezni. Tehát ez Marosvásárhelyen is ugye ez nagyon fontos mérföldkő volt ez a csata, hiszen most tudtuk igazából bebiztosítani, hogy a 10 éves fejlesztési terveink valóra váljanak és működjenek is. Hogyan tovább, hogyha 3 gondolatban kellene megfogalmazni a marosvásárhelyi prioritásokat? Melyek azok a prioritások, amiket már elkezdett építeni és tovább kell vinni, vagy esetleg, hogyha újak vannak? Főképpen városi infrastruktúra fejlesztésről beszéltünk, ugye terelőút építése az nagyon fontos Marosvásárhely számára, főleg, hogy amióta ugye az autópálya elérte a városunkat, azóta a forgalmi terhelés is jelentősen megnőtt Marosvásárhelyen, tehát itt is kritikusan fontos, hogy ezt fejlesztjük, az iskolahálózat fejlesztése, illetve a parkolóházak, amelyeknél szintén elkezdtük az építkezéseket, de nagyon fontos az, hogy ezek a munkálatok befejeződjenek, és tudjunk ugye perspektívát teremteni, a gazdasági fejlődés pedig tudjon folytatódni Marosvásárhelyen, hiszen az elmúlt 3,5 év eredményei kiválóak, viszont ezt csak egy megfelelő folytatással lehet meggyőzni a lakosságot, hogy a következő választáson ugye ott már ne etnikailag szavazzanak, hanem akár csak szatmárnémetiben legyen egy jelentős előremozdulás. És bizonyára előremozdulás lenne Románia szinten, hogyha egy román nemzetiségű romániai állampolgár is megszavazna egy Sós Zoltánt, hogyha az a Sós Zoltán tényleg letett valamit az asztalra, és olyan eredményt ért el, amiért érdemes rávoksolni egy következő mandátumra is. Köszönöm szépen, polgármester úr, sikeres mandátumot kívánok! És hogyha minden igaz, akkor Szabó Ödön, parlamenti képviselő, kampányfőnököt kérdezem, eredményekről a képviselő úr, hogy áll Bihar megye? Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kampány után egy nagyon jó eredményt értünk el. Mind a két nap számunkra fontos testületben, úgy a megyei önkormányzatban, mint a Nagyvárad városi önkormányzatban előrébb léptünk és bővítettük a magyar közösségnek a képviseletét, tehát hogy több mandátumunk lesz, ez számunkra nagyon fontos volt. Megőriztük a polgármesteri számunkat, tehát hogy 21 polgármesterünk volt a megmérettetés előtt, és 21-jel biztos számíthatunk most. Egy településen még akár nyerhetünk is, ott zajlanak még a számlálások, tehát hogy de mindenképp az jó, illetve a szórvány közösségeinkben azt tudom elmondani, hogy olyan területen is visszahoztuk a mandátumot, ahol, hogy úgy mondjam, nagyon kevés magyar él, de azt a nagyon kevés magyart össze tudtuk fogni, meg tudtuk őket győzni, hogy menjenek el szavazni, és a szövetség jelöltjére szavazzanak. Tehát, hogy a legkisebb településeinken is, ahol vagy a legkevesebb magyarral rendelkező településeken is, hogy úgy mondjam, erősíteni tudtunk. Képviselő úr, a többi magyar szervezettel való együttműködés vagy egyeztetés hogyan befolyásolta az eredményeket? Hiszen, hogyha jól tudom, akkor az Erdélyi Magyar Szövetségnek is ugye volt a jelöltje. Egyeztettek? Ellenfelek voltak? Hogy nevezhetett kellemetlen rovaroknak is őket. Hoppa. Tehát ez maradjunk annyiban, nem tudom, ki kommentel bent az... Mondom is a képviselő úrnak, itt van mellettem Rostás Szabolcs a Krónika Online-tól, és Cseke Péter a Transtelex főmunkatársa, de először hallgatom a képviselő urat. Jó, hát akkor kezdjük onnan, ahonnan a kedves kollégája kezdte. A kampány olyan volt, hogy az RMDS végig egy pozit a két jelöltjén keresztül, Cseh Attilán keresztül és Bíró Rozálián keresztül egy nagyon pozitív kampányt vitt. Nem foglalkoztunk az ellenfelekkel, megpróbáltuk bemutatni a saját programunkat úgy Nagyvárad, mint Bihar megye esetében. Ezzel szemben egy, hogy úgy mondjam, megosztó kampány, és akkor csak finoman fogalmazok, kampány jött szembe velünk. Az a videó, amiről itt Rostás Szabolcs beszélt, az egy 2 perces videóból, ami az én oldalamon volt fent, és amelynek volt eleje, közepe és vége, abból lett kivágva egy elem, és eltorzítva,
mi nem úgy tettük fel, hogy rám közelítve légyfutkározik körülöttem, tehát egy lejárató karaktergyilkosságnak szokták az ilyeneket mondani, kampánykísérlet volt. Hál' Istennek ez nem jött be. A Csomortányi Istvánék abszolút számban is, és százalékban is fele annyi szavazatot kaptak, mint 4 évvel ezelőtt. Ilyenkor én láttam kulturáltabb közegekben, ugye az illető személy, Kötelik Brula például lemondott. Mi ma tettünk egy ajánlatot, és azt mondtuk, hogy Bihar megyében véget kellene vetni ennek a szembenállásnak, az, ami szétszakadt valaha, azt próbáljuk valamilyen szinten, ha lehet, összevarni, és úgy, ahogy ez valamikor jól működött az RMDSZ-en belül, belső platformként ezt a sokszínűséget megtartani. Így csak kiszolgálóivá váltak annak, hogy ma mind a két testületünkben bent van az AUR, úgy a megyei önkormányzatban, mint a városi önkormányzatban. A megyei önkormányzatban 5,04-jel úgy néz ki, be fognak férkőzni. Ez azt jelenti, vagy azt jelentheti elsősorban, ha ez így marad valóban a végig, akkor ez azt jelentheti, hogy 2 mandátumot is feltörtenek a megyei önkormányzatban, és ez annak is köszönhető, ez az 5,04, ez lehetne akár 4,99, hogyha ennek a nagyon agresszív RMDSZ ellenes néppárti kampánynak nem lett volna az az eredménye, hogy egyes magyarok inkább nem mentek el szavazni. És ezt nagyon világosan ki kell mondani. Én tudom, hogy itt nem mindenkinek tetszik az ilyen világos beszéd, amit én meg szoktam fogalmazni, de hát nem lehet másmit mondani. Akkor, amikor mi felajánlottuk nagyon világosan a megyei önkormányzatra vonatkozóan még január-februárban, hogy a megyei listánkon és a városi listánkon is befutó helyet ajánlunk az RMDSZ-en kívüli szervezeteknek, úgy, ahogy egyébként ők azt elfogadják mindig a parlamentre vonatkozóan, ugye Zakariás Zoltán kollégám a parlamentben és az RMDSZ listájáig be, ezt helyi szinten nem voltak hajlandók elfogadni, sőt, elindultak is ezek a szavazatok egy része, ugye mi román pártoknál hasznos volt. Miért? Aki egy picit ért a választási matematikához, tudja, hogy ezek a mandátumok kvázi újraosztásra, vagy ezek a szavazatok újraosztásra kerülnek a testületbe bejutottak között. Az RMDSZ közel 20%-nyi szavazatot szerzett a megyei önkormányzatnál, mi megszereztük, megkapjuk azon magyaroknak a szavazatainak a 20%-át, akik nem ránk szavaztak, de a 80%-át román pártok kapják. Értem, képviselő úr, itt engedném, hogy vitázzanak akár rostás kollégával, csak az idő sajnos véges, úgyhogy talán majd egy másik adásban. Nem, igen, csak még mielőtt én a viszonyról kezdtem volna beszélni, Szabolcs olyan dolgokat vágott fel, amit aki nem úgy tudja a helyi viszonyokat, hanem csak egy Facebook posztot látott, akár még el is hiheti, hogy az úgy tört. A válaszadás jogán ugye a képviselő úr is elmondta a véleményét, úgyhogy talán majd máskor erre visszatérünk. Megérkezett időközben hozzánk Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő is, úgyhogy Szabó Ödön képviselő úrnak köszönöm szépen, hogy időt szánt az erdélyi figyelő nézőire. Folytatjuk a beszélgetést egy másik adásban, képviselő úr. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.